mögöttem látható főpolgármesteri hivatal épületéből koordinálják a következő hetekben a Puli nevű magyar marsjáró földi prototípusát, mely marokkói kiküldetésen vesz részt. 2010. júniusában indult a projekt. A marokkói küldetés pedig, ha úgy tetszik, a második nagy mérföldkövünk. Az első a hivatalos csapattá válás volt a Google Lunar X-Prize versenyben. Ez a második pedig, amikor tulajdonképpen egy kész, lényegében kész prototípus tesztelünk éles körülmények között. A Holdon vagy a világűrben nagyon kemény hőmérsékleti feltételeknek kell eleget tudni tenni, ez mínusz 150 plusz 120 fokot is elérhet akár. Sugárzás ellen kell védeni az eszközöket, anyagokat, illetve az elektronikát. Ezen kívül van elég komoly mechanikai behatás az indításkor, illetve a leszálláskor, tehát ezekre kell felkészíteni az eszközt. Fölgezzük le, hogy ez egy földi prototípus, tehát alapvetően a rendszerek együttműködését, meg a konstrukciót, meg az irányítást szeretnénk vele tesztelni. Anyagaiban, hát mondjuk úgy fele-fele már űrképes, tehát az elektronika meg a motorok azok teljes mértékben űrképesek, az összes többi igazándiból még csak a földi körülményekre alkalmasak. Hát a főbb részei, ugye mint minden rendes pulinak, ennek is négy lába van, van szeme, két szeme ott elől, illetve egy farka, amit most az antennák szimbolizálnak. A kerekeken gurul, ezek ilyen speciális lábkerék koncepció, azon belül is a bárt kerék koncepció van most éppen felszerelve rá, többféle verzió létezik ebből is. Bárt keréknek ugye az a specialitása, hogy ilyen bárt formájú végek vannak rajta, amik a kevlár, rugalmas kevlárnak köszönhetően rugózást is biztosítanak, és megpróbálják egyesíteni a lábnak és a keréknek a előnyös tulajdonságait. Amit még látunk rajta, az ugye a napelem, a áramellátást ez és a belső akkumulátorok biztosítják, könnyű fém váza van azon hővisszaverő fóliával. A kamerákról még érdemes elmondani, hogy sztereó kamerák vannak most előre beszerelve, ezzel gyakorlatilag ezzel irányítjuk a pulit, ezzel látunk, ebben mérünk majd távolságokat, és majd 3D-s képeket is tudunk majd készíteni vele. Miért pont a főpolgármesteri hivatal lesz az irányító központ most? A mérnök végzettségű főpolgármesternek van ebben szerepe, vagy mi döntő ebben? Én azt gondolom, hogy a főpolgármester úrnak a mérnöki végzettsége egy támogató szempont. Ez az egyik. A másik szempont az, hogy itt tudtunk egy olyan környezetet teremteni, ami biztonságtechnikailag is már szimulálja ezt az irányítóközpontot, tehát ugye a beléptetéstől elkezdve minden egyébre szükség van, illetve természetesen szeretnénk, hogyha Budapest is egy kicsit a fénykörbe kerülne. Ezáltal hiszen szeretném megmutatni azt, hogy Magyarország és ezen belül Budapest egy olyan város, egy olyan hely, amely innovációkat tud támogatni, és szeret is támogatni.